Parázs összecsapásokat hozott a salgótarjáni Magyar Ring Profi Ökölvívó Gála. A veretlen és legmagasabban rangsorolt magyar profi boxoló Szellő Imre magabiztos bunyóval és szép ütéskombinációkkal végül a hetedik menetben technikai kiütéssel legyőzte a korábbi világbajnoki kihívó venezuelai Guzmir Perdomót. Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz. Kicsit összekuszálódtak a szálak, amikor az első-második menetben először szétfejette ugye a bal szemöldökömet, majd a fejem tetejére lehet azt mondani, hogy csinált egy lyukat. Borzasztó kellemetlen volt, és ez igen, valami ilyenre számítottunk, de teljesen más, amikor ugye nagyon nehéz, hogy ha nincs ilyen stílusú ellenfél, nincs ilyen kesztyűpartner, és amikor így a szorítóba bent csinálod, tudatosulsz ugye az ellenféllel, az egy kicsit mindig azért úgy megcifrázza a dolgokat. A Felix Promotion Box gáláján nagy pofonokban és vétlen összefejelésekben sem volt hiány. A WBO korábbi nagy pehelysúlyú Európa-bajnoka Kovács Zoltán, a kemény öklű és roppant kellemetlenül bunyózó venezuelai Rafael Hernándezzel mérkőzött. A hetedik menetben egy vétlen összefejelés után Kovács Zoltánt hozták ki győztesnek, méghozzá egyhangú pontozással. A mérkőzések között a Magyar Ökölvívó Szakszövetség pályafutása elismeréseként a korábbi profi világ és Európa-bajnok boxolót Kovács Vipera Attilát díjazta. A főmérkőzésen a teltházas salgótarjáni városi sportcsarnok közönsége Darmos József és Tóth Tamás visszavágóján hatalmas adok-kapokot láthatott, amely a cirkáló súlyú magyar bajnoki övért ment. Az összecsapást a két évvel ezelőtti találkozó vesztese, Darmos József, azaz a gladiátor kezdte jobban, és többször megsorozta ellenfelét, de aztán a barbár fokozatosan, szép ütésekkel visszajött a meccsbe. A 10 menetre kiírt találkozó végül döntetlennel zárult, és hamarabb befejeződött, mivel a 9. menetben egy szerencsétlen összefejelés miatt mindkét ökölvívó feje csúnyán felrepett. Egyszerre léptünk, egyszerre feltünk, ez benne van a bunyóban, abszolút nem volt benne szándék egyikünk részéről sem. Mindenket nem folytatni szerettük volna, ő gladiátor, és én gladiátor vagyok, ő barbár, és ez nem állhatott volna a közénk. Az eredményen nem teljesen vagyok elégedett, én úgy érzem, hogy Szahián megnyertem ezt a mérkőzést, ez egy többségi döntetlen lett, amit elfogadok, és várom a következő mérkőzések, a harmadik visszavágott. A 9 menetből volt 3 menet, amit azt mondanám, hogy szűkösen ő vitt. Ez a taktika része is volt, kicsit hagytam, hogy jól üsse ki magát, ezért tisztában vagyok a képességeivel az előző meccsünkön, és úgy akartam felépíteni ezt a bunyót, hogy a 8. menetben már ki is jött. Elmondom az őszinte véleményemet, Józsi most nagyon sokat tölt a szemembe, most azt az igazi őszinte harcot mutatta be, ami tényleg egy gladiátorhoz méltó, és rászolgált a nevére. Az ilyen emberekkel élvezett és élmény harcolni, és nagyon örülök ennek a harcnak. Megtiszteltetés volt így is, és várom a visszavágót. Hogy mit hoz a Darmos és Tóth közötti harmadik felvonás, és ki lesz a cirkáló súly magyar bajnoka, az hamarosan kiderülhet, hiszen a szurkolók részéről biztosan igény lenne erre a nyílt sisakos összecsapásra.